Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Ballett Café, és mint mindig, most is egy illusztris vendégem van, ifjabb harangozó Gyula. Sok szeretettel köszöntelek. Én is sok szeretettel köszöntelek, és a nézőket is. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Hát muszáj, hogy bemutassalak a kedves nézőknek, már bizonyára nagyon sokan ismernek, de akadhatnak olyan nézők, akik nem, vagy nem olyan mélységig ismernek téged. Ugye egy Kossuth díjas magyar koreográfus, balettmester, balettművész, örökös tag, mesterművész, ugye édesapád harangozó Gyula, aki ez a nevéhez kötődik, vagy fűződik a Nemzeti Balett megalapítása, egy fantasztikus koreográfus volt, nagy örökséget hagyott maga után, édesanyját Hamala Irén, ugye, aki szintén egy fantasztikus táncművész volt, ők egy nagyon jó páros voltak, azt gondolom, és meghatározó szereplői a Magyar Nemzeti Balettben. Tánctanulmányait az Állami Balettintézetben kezdted, és végeztél is ugye 66 és 74 között. Tanultál, utána folytattad a tanulmányat a Moszkvai Nagyszínház Balettakadémiáján, ahol kitűnő eredménnyel diplomáztál 1976-ban. Aztán rögtön a Magyar Állami Operaházhoz kerültél, 78 és 85 között magántáncosa voltál a Magyar Állami Operaháznak, 81-90 között a Bécsi Staatsoper első szólótáncosa, 81-89 között pedig a Müncheni Bajor Állami Operaház állandó vendégszólistája voltál, 92-től 4 éven át nemzetközi balettmenedzserként tevékenykedtél, igen sikeresen, utána egyik alapító és művészeti vezetője voltál a Duna Balettnak, ez egy nemzetközi együttes volt, majd alapító tagja és művészeti igazgató 93-2005 között a Világsztárok az Operában című nemzetközi balettgálának. Ez egy nagyon fontos balettgála volt, hiszen nagyon sok világsztárt hoztál és népszerűsítetted a táncművészetet, ezzel is felmutatva, hogy ez egy nemzetközi műfaj, nincsenek nyelvi határai. Majd 99 és 2001 között a Magyar Táncművészek Szövetségének elnöki tisztségét töltötted be, 95-től 2005-ig a Magyar Nemzeti Balett igazgatója voltál, én akkor ott táncoltam a te igazgatásod alatt, majd erre is kitérünk, hogy ott mi mindent sikerült megcsinálnunk, illetve hát ott egy nagyon komoly repertoárt építettél, majd 2005 és 2010 között a Bécsi Staatsoper, valamint a Volksoper Balett Együttesének és a Staatsoper Balettiskolájának voltál az igazgatója, azt hiszem ezt a reformot te csináltad meg, igen, hogy egy igazgatás alá vetted ezeket az intézményeket. Aztán 2013 óta a Szegedi Szabadtéri Játékok művészeti igazgatója voltál mind 2021-ig. Hát koreográfusi munkásságod is van, legfontosabbakat emlő a Hófehérke és a Héttörpe, aztán a Bécsi Operapálba is koreografáltál, a Wiener Staatsoperbe 2006 és 2007-ben, majd a Csajkovszkij Diótörőjét állítottad, ezeket a baletteket mind több országban is, nem csak Magyarországon, és a Don Quixote, amiben még én is táncoltam, volt szerencsém táncolni, tehát nagyon régi a mi ismeretségünk, barátságunk és szakmai kapcsolatunk, aztán rendeztél is színházban, illetve a Szegedi Szabadtéri Játékokon, Ének az Esőben musicalt, Rigoletto szintén a szabadtéri játékok, és most nagyon gyorsan csak felolvasom évszámok nélkül azt a sok díjat, amit te kaptál eddig a pályafutás során. Legjobb fiatal táncos, itt mondom az évtáncos, az évszámot, mert ugye ez nem tegnap volt, 1977-ben, harmadik nemzetközi moszkvai balettverseny, aranyérem és legjobb férfi táncos díja 78-ban a második tókiai nemzetközi balettverseny, ez egy nagyon rangos balettverseny, talán az egyik legnagyobb. Az év táncművésze voltál, mondom az évszámot, 81-ben, az év művésze 83-ban Münchenben, majd a Magyar Köztársaság érdemrend tiszti keresztje, ezt követte érdemes művész díj vagy elismerés a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, osztrák érdemkereszt a tudományért és a művészetért, Kossuth díj, ez 2012-ben, ugye ez a legrangosabb művészeti díj hazánkban, a Magyar Táncművészet Főiskola tiszteletbeli főiskolai tanára, és a Magyar Állami Operaház örökös tagja. Hát, ugye öt alappozíció van, vagy ismerünk a balettban. Te öt nyelven beszélsz, ha jól tudom. De van egy hatodik pozíció is a balettban,
az az újkori időkben a paralel pozíció, amikor összezárt lábbal állunk, az a hatodik pozíciónak nevezzük, és hát van egy hatodik nyelv is, amit mindketten beszélünk, az a tánc nyelve, a testbeszéd, úgyhogy teljesen lefedi. Aki ismer téged, mindenki csak Giminek nevez. Elmondanád a kedves nézőknek, hogy honnan ez az elnevezés? Miért vagy te Gimi? Vagy miért lettél Gimi? Amikor kicsi voltam, akkor a szüleim még beszélni nem tudtam. Mondták, hogy mondd szépen Gyuszika, mondtam Gimi. Mondd Gyuszika, Gimi. És akkor ez egy darabig így ment, aztán feladták, rám hagyták, és Gimi lettem. És azóta is Gimi. Ugye ez a primordiálisabb beszéd, vagy kommunikációs forma a tánc. Itt nagyon nehéz mellé beszélni. Azt mondta Mihály Barisnyikov egyszer, hogy táncolj nekem egy percet, és megmondom, hogy ki vagy. Te miért választottad életpályaként ezt a csodálatos, de igen rögös pályát? Mondjuk nálam egész egyszerű volt a dolog, ugye, mert hát édesapám volt, mint mondtad már, a Magyar Nemzeti Balett megteremtője ilyen formában, amilyenben volt. Édesanyám a vezető balettmestere, a nője az operának, és hát ahogy megszülettem, vittek be az operába, mindenki ismerte a Gimit, mert ugye Giminek ismertek, mert a Gyuszira aztán... Akkor még nem táncoltál. Iskolába sem hallgattam igazán, mert teljesen idegen volt nekem, mert ugye rögtön Giminek kezdtek el nevezni. És hát nagyon megtetszett nekem, ami a színpadon történt, és főleg ami nagyon megfogott, az Havas Ferenc volt, aki borzasztó örömmel táncolt, és az átjött a zenekari árkon is. És hogyha valaki ilyen örömét leli abban, és ilyen örömet tud okozni a nézőknek, akkor ez valami fantasztikus dolog lehet. Úgyhogy én gyerekkoromtól kezdve én nem akartam, mint más becsületes gyerek, rendőr, katona, tűzoltó vagy bármi lenni, soha, hanem én mindig balettáncos szerettem volna lenni, hát az édesapám meg ezt nem szerette volna. Úgyhogy, mert ismerte a pályát, és hát nem csak azért, hanem problémái voltak, ugye nem volt pártag, volt egy másik pártvonal. Tehát úgy érsz, hogy nem tud neked segíteni azért? Nem, bizonyos fokig ugye signum laudist kapott még a háború előtt, tehát az egyik legrangosabb díj volt, és nemzetközileg ismert volt, hiszen amikor a Bécsi Operában igazgató voltam, akkor a Hubert Saucher úr, aki a Public Relation csinálta Bécsben, kikapart egy könyvet valahonnan Londonból, 39-ből, ahol a világ három legjelentősebb koreográfusa van felsorolva, és Mjassin és talán Fokin mellett apám volt a háromba benne. Tehát neki volt már egy pozíciója, és azután, hogy őszintén elmondta a véleményét a sokszor nagyon durván is, olyan nyersen, egyenesen, amikor ugye a szocializmus kitört Magyarországon a háború után, ugye nem nagyon kedveltek, de egy olyan nemzetközi megbecsültsége volt, hogy igazán nem tudtak hozzányúlni, de nem volt a párt kedvence. És hát ezáltal ugye ő neki volt egy ilyen furcsa pozíciója, amit én megtörtem abban, hogy a pályára kerültem, hiszen rajtam keresztül tudtak ütni rajta. És igazából két dolog volt itt, egyik ez a dolog, hogy én rajtam keresztül üthetnek rajta, másik viszont az, hogy azért egy 10 éves gyereknél nem tudod, hogy mi lesz belőle. Ez nem igaz, hogy valaki meg tudja mondani, de ehhez a pályához nagyon kellett tehetség, kell nagyon sok szorgalom, és egy nagy adag szerencse. És hát adottság, persze. És hát ezt nem lehet tudni. Tehát ez egy olyan pálya, ami egy lépéssel tönkre megy a pályát, hogyha rosszul lépsz, és valami olyan bajot történik, akkor annak vége. Tehát próbált ettől óvni, az iskolába is kitűnőre érettségiztem, hát egy év kivétel mindig kitűnő voltam, tehát ő tudta, hogy... Tehát matekból is te nagyon jó volt, ami igen. Nem nagyon jellemző a táncosokra. Igen, jó voltam matekból is, mert Németi Attila, az zongora művész az osztályunkban járt, és ketten jók voltunk nagyon matekból, és akkor az érettséginől ő volt a A csoport, én a B, vagy fordítva, és a WC-be fölírtuk a többieknek a összes tételt, és akkor mindenki a saját képességeikhez képest kiment a WC-re. A WC tartályból kivette, és kivásolt annyit, amennyit akar. Na, a lényeg az, hogy azt mondta, hogy kétszer-kettő mindig négy lesz, és amikor, hogyha elkezdesz táncolni, beleinvestálsz ebbe jó 10 évet a tanulmányokba, és akkor utána esetleg nem jutsz tovább, nem jutsz előrébb, bármi oknál fogva,
akkor azért ott már megfeneklettél, és nem tudsz igazán belekapcsolódni az élet többi részébe. Tehát akkor kényszerpályán maradsz. Igen, így van. Míg például 40 éves korában egy mérnökből főmérnök lesz, egy orvosból főorvos, vagy tehát táncos, a pályája csúcsára kerül. Ja, amíg egy táncos 40 plusz-minuszba, ugye abba kell, hogy hagyja, és akkor gyakorlatilag egy űr keletkezik az életébe, hiszen nem mindenkiből lehet koreográfus, balettmester, balettigazgató, hanem a nagy rész, és nagyon sok szomorú pályafutás befejezést láttam életemben, alkoholal, a depresszióval, és nem tud mit kezdeni az életével, üres a keze. Gyakorlatilag olyanok vagyunk, mint a versenylóvak, a szemellenzőt fölrakják, és mennek egyenesen a pályán. Kicsi korattól fogva tudod, hogy az órarend ki van írva, mit kell csinálni, bekerülsz a színházba, mint táncos, mindig nézed, hogy ezen a héten, ezen a napon milyen próbáid vannak, a szerint élsz. Tehát egy bizonyos fajta polgári önállóságot kiírtanak az emberből. Bocsáss meg, ez egy nagyon fontos dolgot mondasz, mert van egy ilyen trend a világban, hogy aki nagyszerű táncművész volt, vagy elismert táncművész volt, akkor abból majd balettigazgató lesz a neve miatt, az elért eredmény miatt, ami persze nem feltétlenül, nem zárja ki, tehát mondjuk a te eseted egy élő példa, hogy ez ilyen van és ez jó, de nem kizárólagosan ez lett, hiszen pont amit elmondtál, ugye, mint a versenylova ki van írva az órarendre, vagy a próbarendre, hogy mit kell csinálni, azt követed, és ez bizonyos értelemben az embereknek, vagy a művészeknek a menedzser szemléletű, vagy társadalomvezetői kreativitásukat elveszi, vagy elveti, vagy eltompíthatja a kreativitást, amíg ha valaki esetleg nem olyan kiemelkedő táncos, de mondjuk a Jóistentől kapott egy tehetséget, hogy azért érti a táncot, meg összefüggéseiben is képes ezt látni, abból lehet nagyszerű balettársulatvezető, vagy balettigazgató. Beszéljünk arról, hogy te hogy kerültél ki Moszkvába? Ez egy nagyon nagy dolog. Hogy... De még ide visszacsatolnék erre a dologra, hiszen amikor a koreográfus stúdiót megalapítottam a Nemzeti Balettnél, ahol ugye te is ott nyitogattad a szárnyaidat, és végül ezt a nemzetközi karrieredet ott kezdted el. Ez így igaz. Nem véletlenül kértelek fel, hogy te vezess, mert nem a balettintézetből jöttél. Ezt tehát, mondtad is, ezt sose felejtem el. Tehát, hogy te egy önálló gondolkodású ember voltál olyan értelemben, hogy nem voltak a határaid beszabva, hanem neked magadért kellett felelni, amíg eljutottál az operaházi táncművész státuszodig. Tehát ez egy olyan dolog volt, amit én nagyon jól tudtam, hogy tud az ember ebbe előre menni, hiszen amikor én abba hagytam a balettet, és nyitottam egy menedzserirodát, akkor megtanultam szolgálni. Tehát az, hogy nem én vagyok, mint szólóművész, tehát nem én vagyok a fontos, hanem az, akit én képviselek. Tehát ez lehet egy személy is, lehet egy együttes is. Ha én rögtön a pályafutásom után, mert azért nem voltam egyszerű ember, szóval meg kell, hogy mondjam, így visszanézve, ha a pályafutásom után rögtön balettigazgatónak váltak, akkor főnemnő ott, az egész biztos. De ez az 5 év alatt, amíg én menedzseltem, addig megtanultam, hogy működnek a dolgok, hogy tudok valamikit előre segíteni, egy együttest elősegíteni, ami a te sikered is. Persze, és megtanultam azt is, hogy nagyon jól éreztem magam, amikor egy premier jól sikerült, amit nem én csináltam, de én hoztam össze, tehát én hívtam meg a koreográfust, és álltam hátul a viszérpáholyba, hogy szoktuk mondani az operába, és lement a függöny, és hatalmas siker volt, azt ugyanolyan sikernek meg tudtam élni, mint amikor szólóművészként én álltam kint a színpadon. El kell mondani nézőknek, mert szerintem ez a professzionalizmus, te minden egyes, amíg balettigazgató voltál, tudom, mert ott táncoltam, minden egyes előadáson ott ültél és nézted, de nem csak, és utána vetted a kalapodat és hazamentél, hanem bejöttél az öltözőbe, és nem kizárólag szólistákhoz, mentél végre, jártad az öltözőket, és elmondtad jobbító szándékkal, hogy lehetne jobban, vagy mik voltak a hibák, min lehet javítani rögtön, ugye a fejedben volt. Ezek nagyon fontos dolgok, ez a gondozása ugye a társulatnak, és ez a valódi műhely munka, ami még egy ilyen nagy társulatot is, mint a Nemzeti Balett kell, hogy jellemezzem. Igen, mert nagyon nagy a különbség egy kisebb balett társulat között, ami egy kicsit család és intim, mint egy nagy társulat, ahol nem szabad elengedni, hogy egy gyár legyen belőle. Pontosan. Tehát arra nagyon kell vigyázni, hogy mindenki érezze azt, hogy mintha egy kis szem előtt lenne. Van, és foglalkoznak vele. És amit nagyon kevesen értékelnek itt, ahogy nézem a mai világba,
hogy egy kartáncos is nagyon értékes, mert egy kartáncos szólistát tudok venni. Tehát ha van pénzem, megfizetem. Bécsi Operában voltam ugye igazgató, ott azért egy kicsit más költségvetésem volt, mint ami a Magyar Nemzeti Balettnél volt az Operaházban, tehát és kitűnő szólistákat vettem. Tehát innen szerződtettem onnan, Bécs Státszoper hívta a név is, a táncosokat és a fizetés is. Itt viszont, de egy együttest azt nevelni kell, és a kartáncos borzasztóan értékes, mert tényleg együttest venni nem lehet. Tehát ez nagyon fontos. Azt és meg kell egy kartáncos, például most már a egyetemről, vagy akkor a balettintézetből az operába került, akkor abban tudtam, hogyha ő itt van, és megtanulja a repertoárt, ami ugye egy investáció, és az egy nagyon nagy kincs, ami neki a testébe, a lábába benne van, akkor valószínűleg 2 év múlva, 5 év múlva is itt lesz, nem kell előről kezdenem a repertoárt tanítani, hanem építhetek valakire. Nem kell mindig előről indulni. Én megpróbáltam akkor is úgy venni az egész együttest, hogy a kartáncos is érezze azt, hogy fontos, és hogy figyel az ember rá. És nagyon sokat is turnézott abban az időben az egyes. Nyilván más világ volt, tehát ennek nagyon sok vonzata van, hogy miért. De mivel egy menedzser szemléletű igazgató is voltál, ennek köszönhető, mi azért nagyon sok helyre eljutottunk a társulattal a világba, és vittük a Magyar Nemzeti Balett jó hírét, illetve majd erre egy későbbiekben szeretnék visszatérni, hogy mennyire fontos egy arcél, egy sajátos és egyedi arcél egy társulatnál. De még mielőtt erről beszélnénk, mondd el a kedves nézőknek, hogy jutottál el te Moszkvába? Moszkvába úgy jutottam el, hogy ugye felvételiztem a balettintézetbe, 5 felvételi volt, még akkor 3000-en jelentkeztünk, borzasztóan izgultam, már elég jó eséllyel voltam, mint harangozó fia, de édesanyámmal felvételiztünk, amikor fölvettek, akkor mondtam el édesapámnak, hogy fölvettek, és táncos. Tehát ő nem is tudta lenni. Ezt? Nem tudta. Hát mondta, hogy nem örül, ez az én döntésem, csináljam, és hogyha eljutok a diplomavizsga koncertig, akkor eljön és megnéz. De a többi az én dolgom, rám bízza. Sajnos meghalt, mire oda jutottam volna, egyedül annak örülök, hogy kitűnő érettségét még megérte, tehát valamit azért kapott tőlem, de addigra már sajnos ezt nem érte meg. És hát a 4. évfolyamban megbuktam. Tehát balettból, néptáncból, történelmi társastáncból. Tehát nem azért, volt-e szorgalmas, vagy? Tehát utána 5 évre rá Moszkvában 3 évfolyamból osztály elsőként, legjobbként végeztem, ilyen nincs a világon. Tehát azért valami igaza volt apámnak. Tehát ott vagy a balettmester hibás, aki egy anyagból nem tud valamit csinálni, vagy a rossz indulat dolgozott, de amikor a 6. évfolyamon túljutottam, akkor már apám látta, hogy menthetetlen vagyok, és táncos leszek, és akkor ő benne volt a moszkvai zsűriben, első és második balettversenyen ő volt a zsűri elnök helyettese Moszkvában, és Furceva asszony, aki a kultuszminiszter volt akkor a Szovjetunióban, az is benne volt a zsűriben, és akkor kérte, hogy mehetek-e úgy, mint esetleg tudna-e segíteni, hogy mint Keveházi Gábor és Pongor Ildikó, Szőnyi Nóra és így tovább, Leningrádban, akkor még Leningrádban, hogy tovább tanulhassak, hogy kikerüljek ebből a kezekből, ami igazán nem volt nagyon szimpatizáló velem szemben. Tehát akkor igaza és volt ebből a szemben az édesapád? Valószínűleg, hát olyan nincs, hogy valaki 15-15 meg, és utána 4-5 évre rá. Vannak csodák, de az igen, azért ez mégis nehezen értelmezhető. És akkor mondták, hogy Leningrádban nem lehet menni, mert csak a posztgraduális képzés van, de Moszkvában meg lehet próbálni jövőre, és akkor el lehet menni. És akkor én itt egy turista útlevéllel kimentem augusztus végén, és hát egy nagy bizottság megnézett, hogy alkalmas vagyok, hogy fölvegyenek, vagy nem. Annyira alkalmas voltam, hogy egyet ugrattak, tehát visszakaptam az itt megbukott évemet Moszkvába, és akkor utána 2 évre rávégeztem. De hát sajnos már édesapám ezt nem érte meg, mint mondtam. De föntről biztos látja, és boldog. De sose volt neked nyomasztó ez a hihetetlen örökség, ugye? Tehát ott a Liszt Ferenc téren, hogy sétálunk ugye a régi háznál, ahol édesapád is élt, meg te is éltél ott, azért megrázó, még nekem is, pedig nem vagyok a fia, hogy azért ott van az ő domborműve a falon szel. Ez téged soha nem nyomasztott, ez az örökség, vagy inkább emelt?
Nem, megmondom őszintén, hogy a iskolában mindig a negatívumát éreztem, hogyha bármi történt, és benne voltunk valami csintevésbe többen, akkor na hát még te is a harangozó fia ezt csinálod, tehát én inkább erre emlékszem, hogy inkább negatívumom volt a dologban. Soha nem nyomasztott, édesapám egy kitűnő koreográfus volt, és karaktertáncos, fantasztikus karaktertáncos, sose tanult táncolni egyébként, hanem Isten adta tehetség volt. Hogyha így jellemezhetném, akkor én kitűnő táncos voltam most így már visszanézve. Tehát szakmailag is vagy. Tehát én egy nagyszerűen képzett kitűnő táncos voltam világszínvonalon. Ő meg ösztönös. Aki Metropolitanből a Moszkváig, Tokióig, mindenhol táncoltam, Párizs, Szkála, mert nagyszerű képzésem volt, és kiképeztek. De viszont ő egy Isten adta csehetség volt, a múzsa homlokon csókolta. De sose tanult, tehát néptáncot se semmit? Semmit nem tanult. Egyetlen az, hogy Győr Szent Mártonban lakott a nagymamám, és hogy a nagyapám az szovjet, akkor még Oroszország volt, első világháborúban hadifogoly volt Habarovszkban, orosz hadifoglyok meg a gazdaságban dolgoztak Győr Szent Mártonban apátság alatt, a pannonhalmi apátság alatt, és akkor esténként ott volt a harmonikájuk, volt gitárjuk, és akkor ott táncoltak ezt, és édesapám meg úgy tanult tőlük táncolni. És amikor a operában ugye nagyapám nem volt Magyarországon, mert hát ott volt Habarovszkban, nagyanyám az éppen segélyt kapott, kitűnően festett apám, akkor ő cégéreket festett ilyen tizenéves korában, hogy egy kicsit a házi kasszát följavítsa, és statisztált az operában, mert ugye a nagyapám is az operában dolgozott, öltöztető szabó volt, és onnan apám ismerte az operát, tehát bement statisztálni. És akkor amikor operákba, tehát nem a balettekbe, vagy mind a kettőbe? De balettekbe is, mert például diótörő volt, és akkor megkérdezte, hogy ki tud trepákot, és akkor ő tudott trepákot, mert ott az orosz hadifoglyoktól tanult, és akkor ott magának csinált valamit. Autentikus trepákot, tudod. Magának csinált valamit, és akkor jól sikerült. És amikor a háromszögletű kalap bemutatója volt, akkor megbetegedett a kormányzó. Lesérült, megbetegedett, és akkor hirtelen megkérdezte, hogy ki tudná elvállalni, hogy megcsinálni, csak olyan jelentkezett. És akkor betanulta egy pikpak, megcsinálta, és olyan nagy sikerrel, hogy rögtön szólótáncosnak leszerződtették 1928-ba. Tehát ő először egy bankba dolgozott fél évig, és utána szólótáncos lett, ugye, amikor leszerződtették. És aztán 30... Szerintem a fordítva szokott lenni. Igen, úgyhogy ez egy teljesen más világ volt, mert ugye akkor volt egy pár szólótáncos, volt egy balettmester, de a karba igazából férfi szerepeket is nők csináltak. És amikor 30-as években... Ez a háború években... miatt volt, ugye? Tehát nem. Ez nem elejétől volt nem volt férfi táncos igazán. És akkor a 30-as évek közepétől, amikor ugye megkérdezték tőlem, mert egy Coppeliában volt Coppelius, és akkor utána az igazgató, nem tudom, Radnai vagy ki volt akkor, hogy hát na, hogy tetszett az előadás? Azt mondja, miért maga tudna jobbat? Hát azt mondja, szerinte igen. Hát azt mondja, próbáljon meg valamit. És akkor csinálta meg a keszkenőt, vagyis a csárda jelenetet, amiből aztán a keszkenő lett, elkezdett dolgozni, aztán Bartókkal, és ugye a Bartókokat. Tehát akkor kezdett el dolgozni, és elkezdte cserélni az együttest, hogy a férfi táncosokat vett föl. Tehát a Nemzeti Balett ilyen formáját tulajdonképpen ő alapította, tehát hogy tényleg férfi kar is van, és férfiak is táncoltak. És mondjuk el, hogy egy nagyon sajátos arcélt rajzolt a Magyar Nemzeti Balettnak, mégpedig olyat, ami más társulatokat nem jellemzett. Aztán ezt az arcélt vitte tovább később ugye Seregi László, akkor is volt egy sajátos arcéle a társulatnak. Egyszer beszélgettünk, és Szinetár Miklós azt mondta nekem, hogy a Magyar Nemzeti Balett attól érdekes, és attól kuriózum, hogy ilyet sehol máshol a világban nem látnak ilyen repertoárt. Tehát nem egy olyan franchise rendszer, hogy akkor most mindenki ugyanazokat a koreográfiákat táncolja, bár nyilván voltak abban az időben is, és gondolom édesapád idejében is, és mondjuk a Seregi alatt, vagy akár a te igazgatásod alatt olyan repertoár, ami ugye nemzetközi táncéletből hozott be darabokat, ott van a 2000 mozdulat, amiben jó magam is ugye részt vettem koreográfusként, de ott William Forsát, Irzsi Kilián, Miriam Nézi, Hans von Mann nem volt, egy nagyon jelentős estről beszélünk, de mégis volt egy arculata
egy sajátos arculat, amivel csúnya szóval élve eladható volt, vagy érdekes volt a Magyar Nemzeti Balett. Mostanra én ezt, ez most az én meglátásom, azt látom, hogy, hogy ez az arculat, ez nem, tehát ez a vonal nem ment tovább. Hogy miért az, az egy külön beszélgetés, és nem is tisztem most erről beszélgetni, de te mennyire érzed ezt fontosnak, hogy, hogy a Magyar Nemzeti Balett arculata az egyedi és sajátos legyen, és legyenek olyan magyar koreográfusok, akik képesek ezt megrajzolni? Én borzasztóan fontosnak tartom ezt, és hát nem is véletlen, hogy ugye 10 éve már nincsen turnéja az operának, vagy a balett együttesnek, csak olyan, amit az állam fizet. Tehát ez akár lehet a kárpáti turné, vagy lehet a New Yorki turné, ahol a magyar állam fizetett mindent, ugye? Amikor mi ott voltunk, ugye te is, mint koreográfus, akkor azért voltunk 2 Kanadában, 3 Mexikóban, 2 voltunk Portugáliában, legalább 4 Finnországban, voltunk Ausztriában, Szlovéniában, Szerbiában, 2, sorolhatnám. Tehát azért rengeteg dolog volt, és miért? Azért, mert volt egy olyan nemzeti repertoárunk, amivel tudtunk menni. Mert a tévedés most az van, hogy minden, ami volt rossz, és kitörölték. Ez egy nevetségesen primitív hozzáállás a dolgokhoz, mert ha nekem van Kandinszkim, ugye az egyik teremben, az nem azt jelenti, hogy a Csinkvecsentót kirakom a múzeumból a másik terembe, hanem kell, ez is kell, az is, így van. Ugyanez egy repertoárt, és úgy nézel, hogy ez egy torta, és vannak tortaszeletek. Van egy tortaszelet a klasszikus balett, amit forgatsz magába, a Csipke Rózsika, Hattyúktava, Zsizel, és így tovább. Van egy saját repertoárunk, amire nagyon büszkék lehetünk, hiszen azért nem véletlenül volt 39-ben is apám például, most haza kell, hogy beszéljek, de most megpróbálok úgy is, mint egy magyar táncművész vagy, vagy koreográfus beszélni. Ugye neki is volt egy repertoárja, amit 30-valahány darabból állt, amiből még talán 3 este, hogyha megmaradt. A seregi repertoár is jött, ami szintén egy kitűnő repertoár, amit nagyon sokan szapultak, ugye én nyugaton, rengeteget éltem nyugaton, és ugye mindenki mondta, más az ízlésvilág. Túl sok jelmez, túl sok díszlet, nem, nincs akkor a mozgás újítása, mint normálisan egy nyugatinak, de ez egy színházi előadás. Hihetetlen nagy előnye, hogy csak nekünk van ilyen, ez egy eszméletlenül jó rendezés művészileg, és egy látvány, amit ha nem csak balett kedvelőknek, hanem színház kedvelőknek is bejön, és szereti. Tehát az, hogy valaki megtagadja a múltját, most azért furcsa ez, hogy néha vagy elfelejt, édesapám is benne van, azt nem lehet, ez egy külön tortaszelet a seregi, a harangozó, de ugyanúgy kell a külföldi nagyokat hozni, aki klasszikusokat, mint Macmillan vagy Krenko, de ugyanúgy vagy Balanchine, de ugyanúgy kell külföldi moderneket is hozni, és a saját modernjeimnek, azoknak, a fiataloknak lehetőséget adni egy külön tortaszeletbe. De ezek egyik se helyettesíti a másikat. A mostani repertoár az Operaházban az olyan, mint a repertoár Zágrába, Prágába, Münchenbe, Stuttgartba. Tehát tulajdonképpen ide jön valaki, akkor miért megy be az operába? Azért, mert az épület fantasztikus, ez az Ibl Palota, de nem azért megy be, mert ezt jobban látja, jobbat látott. Mert hogyha azt mondom, hogy olyanok vagyunk, mert egy jó minőségű second hand shop, ahol ruhákat árulnak, ahol tényleg nem rossz, de az eredeti jobb. Tehát a Krenko jobb Stuttgartba, a Hattyúktava Leningrádba, vagy Péterváron most már, Londonba a Macmillan, a Balanchine, a Kilián. Mert azok ott eredetiek, nekünk meg tehát mi eredeti? Azt nem szabad kiírtani, ami miénk, mert egyrészt büszkének kéne lennünk rá, másrészt az egy olyan valuta, amit be tudsz váltani. Pontosan. Tehát amikor mi ennyi helyen voltunk mi a Coppeliával például ott, ahol Hágában, ahol a Kilián és a hollandiai teljesen modern, és mégis hihetetlen sikere volt. Mert nekik a Coppeliának. De ugyanakkor voltunk a seregi Spartakuszával Mexikóban, a főtéren, ahol hatalmas siker volt. Mert ez a miénk, és csak itt lehetett látni. Vagy voltunk Portugáliában Don Quixote-unkkal, amit csináltam, avval is nagyon elégedettek voltak. De Finnországban voltunk a ti darabjaitokkal, modernekkel, mert ott olyanra volt igény. Vagy Kanadában is voltunk ugyanebben. Tehát volt egy olyan repertoár, amit csak nálunk látható. Most az, hogy az jó, nem jó, ez más, érdekes,
nekik érdekes, de mindig színvonalas volt. Mondjuk el, hogy a magyar nemzeti balett mindig magas színvonalon, a táncművészei révén is, az említett koreográfusok révén. Ugye ez egy érdekes dolog volt, talán emlékszel rá, amikor ugye a te jó voltadból én először kikerültem Hágába a Holland Táncszínházhoz, Jerzy Kiliánnal, aztán többször visszatértem hozzá. Őt egyik mentoromnak tekintem, és barátságát élvezem, és szakmai támogatását. Ugye most fogunk bemutatni egy Kilián darabot november 30-án. Nem tudom, emlékszel az első kérdést? Két kérdést tett fel neked a Kilián. Én a másodikkal kezdem, mert ugye ott arról volt szó, hogy balettigazgatóként szerettél volna venni egy darabot a Kiliántól. És akkor az első kérdés az volt, hogy oké, de van-e nektek saját kortársotok? Tehát mert az nekem nem érdekes, hogy két hattyúk tavaly és három Zsizel között le van egy Kilián is, hogy van-e ott tradíciója, van saját repertoárotok? És akkor nagyon büszkén mondtuk, hogy pont előtte volt a Petőfi csarnokban, amikor először kiléptünk alternatív színházba egy kortárs estel, mint pár hónappal előtte volt a bemutató, hogy mondtad, igen, most csináltuk ezt az estet, és nagy sikerrel játszottak, és akkor megnyugodott a Kilián, azt mondja, jó, mert azt mondja, így van értelme. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy legyen saját. A másik kérdése pedig az volt Jerzy Kiliánnak, hogy ha emlékszel még rá, hogy, és az én kérdésem is most, hogy azt, hogy meglátott téged, de azt mondta, persze, hogy ismert, azt mondta, te miért nem táncolsz még? Emlékszel? Azt mondta, miért nem táncolsz? Te miért hagytad el abban ilyen korán, és miért? Hát egyrészt azért, mert volt csak mozgásszervi 11 operáció. Akkor, amikor abba hagytam, mit tudom én, 7 körül abba hagytam. Tudtam volna még táncolni, de nem tudtam azt a színvonalat képviselni, amit magamtól elvártam. Tehát én úgy gondoltam, hogy ennyi volt. Rengeteget táncoltam, mint felsoroltam már világon mindenhol, és tényleg kitáncoltad magad, úgy nagyon érezted. Szerencsés vagyok, és hálás vagyok a sorsnak, mert én válogathattam, hogy hova. Tehát én mondtam, hogy ide megyek, oda nem. Tehát több volt az ajánlat, mint amit teljesíteni tudtam. Tehát én úgy gondolom, hogy én kitáncoltam magam, és lezártam magamban egy periódusát az életemnek, és valami mással kezdtem el foglalkozni. Tehát tudtam volna valószínűleg még táncolni, de én úgy éreztem, hogy itt volt az ideje, hogy váltsak és abba hagyjam. És nagyon sok minden érdekel a világon, és úgy gondoltam, hogy annyi minden van, amit még lehet csinálni, mert sok minden mást is csináltam. És aztán így végül is... Helyet akarsz időt adni. Igen, úgyhogy én úgy gondolom, hogy az embernek tudni kell, hogy mikor hagyja abba, rám mindenki jól emlékszik, mert a csúcson hagytam abba 34 éves koromban, tehát nem volt az, mint például egy nagy sztár Nurejevnél, hogy már Jézus Mária, a fele közönség azért jött, mert a Nurejev, a másik fele megnevetni sajnos. De nagyon sok kollégára ez jellemző, hogy tovább húzza az igát, mint kéne. Én úgy gondolom, hogy ezt az életbe bárkinél tehát kell nincs tudni, hogy mikor. Nincs hiányérzeted a szakmát életében. Tehát nem vágysz vissza duplatúrral lert. Nem. Volt egy felkérésem tőled is egyszer, hogy nem jövök vissza ilyen hullócsillagok gálára. Megpróbál. Igen, de mondtam, hogy a színpad az a fiatalokért, csinálják ők. És Gimi, mi motivált, vagy motivál még mindig téged, hogy elkezdtél koreografálni? Ez is az örökség része? Nem, abszolút nem. Édesapám volt a koreográfus, én meg voltam a klasszikus táncos, ő a karaktertáncos és koreográfus, tehát tulajdonképpen... Ez képest egész jó klasszik... Paralel futott a szakmai besorolásunk. Karakterbaletteket készítesz. De igazából tök véletlenül kezdtem el koreográfálni, mert amikor húztam egy vonalat egy 7 éves balettigazgatásom után itt, hogy milyen balettek voltak a repertoárban, tehát milyen stílusok. Akkor volt klasszikus felújítás, volt modern magyar, volt modern külföldi, volt nagy klasszikus külföldi külföldről, hát családi balett nem volt. És akkor hát ha azt mondja az ember, hogy családi balett, mese, akkor azt mondom az utcán 100 embernek mese, akkor 99 valószínűleg úgy kezdi, hogy hófehérke. Vagy azt mondom balett, akkor diótörő vagy hattyúk tava. Hát akkor körülnéztem, hogy hol lehet egy eszembe nem jutott csinálni, hogy hol lehet egy hóférkét venni, vagy egy koreográfiát, és láttam Kijevbe. Tehát először az első ötleted az volt, hogy veszel egy koreográfiát. Persze, elmentem Kijevbe, megnéztem, ott volt egy 3 felvonásos hófehérke, hihetetlenül infantilis, és hát úgy felháborodtam, mert ugye amikor már a
ötödik törpe így csinált, akkor már tudtam, hogy a hatodik, hetedik is egy variációt fog csinálni, tehát kis lepkécskék szaladgáltak. Nem volt mese. Nem, unalmas volt. És akkor morogtam magamnak a repülőn, hogy miért nem ezt így, úgy, a helyett azt jobb lett volna így, azt lehetett volna ezt. Úgyhogy hazaértem, mert nem volt semmi, fölhívtam a barátomat, Kocsák Tibort, a kitűnő zeneszerzőt, hogy musical zeneszerző, figyelj Tibi, nincs kedved hófehérkét csinálni, kicsit musicalesre, könnyedebbre, és hogy van. Hát azt mondja, persze, üljünk le, leültünk a Bujánba, Liszt Ferenc téren, 2 órát beszélgettünk, már a jobb brainstorming volt, mert ide-oda dobáltuk az ötleteket. Azt mondja, megírod a librettót, akkor megcsináljuk. És akkor másnapra, vagy 2 nap alatt megírtam 1,5 oldalt, amiben aztán lesz 25, és akkor elkezdtünk dolgozni, és tényleg fantasztikus élmény volt. Az, hogy ilyen világsiker lesz, hogy a Moszkvai Nagyszínházban volt, Ausztráliában, Esztországban megy, Oroszországban megy, most Kazaksztánban mutattuk be, tehát az életemben nem gondoltam. A Don Quixote-ot azt megcsináltuk, ami sokkal pörgőbb és jobb, mint a klasszikus szerintem, mert egy mai embernek azért nem bírja ki addig, amíg egy 19. század régi operát vagy balettet megnéztek, tehát megpörgettem, kicsit érdekesebbre tettem, de ezt sem akartam csinálni, mert Boris Beregvadze volt meghívva, hogy csinálja. Egy hét után infarktus kapott, és hazament Pétervárra, és 6 hét múlva premierünk volt. Úgyhogy Pongor Ildikóval és Fajt Blankával együtt leültünk, hogy lehet megcsinálni, és akkor 3-an összeraktuk a darabot, de úgy, hogy az a szája íze, a magyar közönség szája ízének, a balett együttes képességeinek és a ott levő művészeknek. Tehát ez is egy egyedi legyen. A képességei után működjön, és ez is egyedi volt, amiben voltunk ugye több helyen külföldön is. És tehát ez volt gyakorlatilag, hogy belecsöppentem ebbe, és máig is igazából én hobbi koreográfus vagyok, mert az is a sorstól egy nagyon nagy kegy, hogy megtehetem, hogy azt, ha kedvem van, csinálok valamit, vagy érdekel, ha nincs, akkor nem. Tehát nem vagyok rákényszerítve, hogy tehát nem szakmádnak tekintett. Igen, hanem... nem vagyok egy Egerházi Attila, akinek kell produkálnia folyamatosan a premiereket, mint Seregi László is megjegyezte volt, hogy mennyire termékeny vagy, hogy a fene egyen meg, ha jól emlékszem. Igen, azt tőle nagy dolog volt, nem nagyon nézte más vackait, csúnyában mondta ezt, hanem ő a saját dolgait nézi, és akkor egyszer, amikor próbáltam benne, akkor 15 percet támasztotta a zongorát, és kijött egy, hogy honnan jutnak neked ezek eszedbe. Igen, kicsit cifrában mondtad, de ez volt a lényeg a dolognak. Tehát tulajdonképpen én képzetten klasszikus táncos vagyok, nagy szerencsém volt, mert jó helyen tanulhattam, és szerencsém volt, hogy abban a korban voltam, tehát úgy értem, hogy történelmi korban, amikor még nagyon nagy ázsiója volt a dolognak. Igen, de most azt mondtad, képzetten klasszikus, a szó szoros értelmében táncművész voltál, és mégis, és talán ez is apai örökség lehet, én nem tudom, de mégis, például megnézem a Hófehérkét, és a Don Quixote-ban is vannak önök, tehát nagyon karaktertánc, amit csinálsz. Tehát nem egy ortodox klasszikus balettről van, amit mondtál, hogy preparálja a túrt az orosz táncos, és akkor tudjuk, hogy most 2-t, 4-et vagy 6-ot fog forogni jó esetben. Tehát már előre tudom, hogy mi fog történni, hanem a karaktertáncnak a lényeg és az, hogy meglepetésszerű, tehát, és karaktereket rajzol, és te ilyen koreográfiákat készítesz, használva a klasszikus balett nem csak technikát, hanem stílusvilágát is. Igazából én előadást csinálok, történetet mesélek, én ezt szeretném legalábbis, remélem, hogy ez le is jön, de gyakorlatilag, hogyha el szeretném mesélni valamit a színpadon, akkor bizonyos karakterekhez bizonyos fajta mozgásvilág passzol. Tehát itt lehet egy klasszikus is, lehet, ami egy szerelmes pár, az egy szép klasszikus dolog lehet, de lehet ugyanakkor, aki egy ilyen vérbő és akár
mácsó figurák, és akkor egy néptáncos, karaktertáncos stílus jobban illik. De például, mint a szörnyecskéknél, ahol ilyen manók vannak, ott egy abszolút modern stílus illik. Tehát én úgy válogatom a stílust hozzá, hogy a karakterek szerint a darabban működjön. Én nem is szeretem balettnak nevezni, inkább táncjáték, amit csinálok. Ebben az esetben Zorba az balett volt, az amit a Győri Balettal csináltam. Tehát az is modern, de és karakteres. De nem paneleket, inkább. Én azt akartam mondani, hogy nem paneleket használsz. Nagyon sok klasszikus koreográfia, mint az IKEA bútor, panelekből építkezik, és az IKEA-t máshogy rakod össze, és attól az egyedi lesz, de mégis panelekkel dolgozik, de te koreográfusként ezzel a háttérrel és pályafutással, táncművészi pályafutással mégse ezeket az a panelekhez nyúlsz. Nem, én azt tartom nagyon fontosnak a dramaturgiát, és igazából, ha megnézem, szinte senki nincs, aki manapság tényleg dramaturgiát tud csinálni. Tehát, hogyha én egy történetet el szeretnék mesélni, akkor nekem első lépésként a dramaturgia fontos, amiből egy vázat tudok csinálni. Mert ha van egy irodalmi mű, akkor A-ból B-ig így szembe egyenesen elmegyek, és akkor azt érem el, azt a hatást, amit az író akart. Ha én ebből egy operát csinálok, vagy egy színművet, akkor nekem erre kell kerülnöm, hogy ugyanoda érjek el, és ugyanazt a hatást csináljam. Más eszközökkel dolgozom. Ha tánccal, akkor viszont erre. Ezért van nagyon érdekes például egy zeneszerző, hogy ő csinál egy koreográfus nélkül csak egy tánczenét, tehát táncra hoz zenét, és akkor hú, de jó a zeném. Na most például egy nagyon éles szembenállás van avval, amikor a Zorbát megcsináltam, akkor ahhoz, hogy úgy, mint ahogy a Zorba történet, én a film után mentem elsősorban, nem a Kazantzákész után. Az adta a dramaturgia alapot. Igen, az alapot, hogy azt összerakjam. Például amikor az özvegyet megölik, az egy hihetetlenül erős karakteres zene, az a Theodorakésznál a lányok tánca. Most én nekem teljesen mást mondott ez, de én el tudtam mondani a másképp összerakva a zenét, fölfűzve az én dramaturgiámra ugyanazt a történetet, de teljesen másképp gondolkodik egy író, teljesen másképp gondolkodik egy zeneszerző és egy koreográfus. Kivéve például, mint a Hófehérkénél, ahol egyszerre született a zene. Hát régen, aki 19. században, ugye nagyon sokszor ugye Pötipánál is egyszerre született a zene, és a koreográfia. Fokin ez egy is, ideális, ugye, igen, ideális dolog. De igazából, tehát azt nem veszi senki figyelembe, hogy ez különböző műfajoknál ugyanazt a célt elérni különböző utakon más eszközökkel, persze. És ez fontos. És én úgy gondolom, hogyha sikerül egy történetet elmesélni egy jó dramaturgiával, akkor most nem lekezelően, de a tánc lépés bizonyos fokig másodlagos, mert abszolút. A szolgálja. Az egy nem az kifejezési első. Mód. Eszköz. Igen, amivel el tudom mesélni azt a történetet. Tehát pontosan. Nem az én esetem az a lápurlár, hogy a zenére elkezdek csak mozogni, hanem én értelmet szeretnék mindig, hogy miért csinálom. Kifejező erő legyen a mozdulatban. Igen. Erre egyébként Seregi László azt mondta egyszer nekünk, ültünk az Operaház művész büféjébe, és akkor itt koreográfiáról beszélt minden, és azt mondta, hogy figyelj, én úgy dolgozom, hogy, és ezt nyilván akkor én is tudtam, csak ő ezt így megfogalmazta. Úgy dolgozom, hogy csinálok egy lépést, lárpurlárról beszélt, hogy ne legyen lárpurlár, hogy mindig van egy képzeletbeli piros lámpa a fejem tetején, és hogyha bármi izgalmas is az a lépés, de nem szolgálja azt a mondani valót, vagy amit én kifejezésre akarok juttatni, vagy érzést el akarok, hatást el akarok érni, vagy érzést ki akarok fejteni, akkor elkezd villogni a piros lámpa a fejemben, hogy ezt ne csináld, ezt a lépést. És ez nagyon fontos, mert nem csak azt kell tudni koreográfusként a véleményem szerint, hogy mit csinálsz, vagy mit akarok csinálni, mindenek előtt ugyanilyen hangsúlyra tudni kell, hogy mit nem. Mondok egy érdekes példát erre, nem teljesen erre, de abszolút hasonló. Amikor Bécsbe kerültem igazgatónak, akkor ugye hát elbocsájtottam a teljes első sor szólistát, mert azt mondtam, hogy ha valaki első sor szólista, akkor nem csak lokál matador Bécsbe, hanem ha elmegy Párizsba, Londonba, bárhova, akkor ő is első szólista. És hát szóval sok ellenségem volt az újságírók közt, mert ha minden szólistának volt két újságíró barátja, akkor képzeld el, hogy mit kaptam én ott a hideget, meleget.
És akkor az első sajtótájékoztatóban, ugye rögtön egy újságíró feltette a kérdést, hogy mondja meg, legyen szíves, hogy maga miben jobb, mint az elődje volt. Mondom, szerintem abban, hogy én tudom, hogy mit nem tudok. Tehát ez visszavezetve körülbelül a seregi piros lámpájára ugyanaz. Tehát van nagyon sok minden, amit az ember nem tud, és abban tisztában kell lenni, csak akkor de tudja meg megtanulni. Tudja tanulni. Csak, de ha nem tudja, hogy nem tudja, akkor nem tudja megtanulni, mert nem tudja, hogy mit kell megtanulnia. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog. Na, még maradt 5 percünk, pedig még nagyon sokat tudnánk itt beszélgetni. Van egy közös hobbink, ez a búvárkodás. Én később szerettem meg, mint te sokkal korábban kezdtél el búvárkodni, csodálatos helyeken jártál. Mit ad neked a búvárkodás? Én meg tudom mondani, hogy nekem mit jelent, de mit jelent neked? Miért kezdtél el búvárkodni, és milyen élményt ad? Hát gyakorlatilag engem mindig izgatott a tenger alatt, a víz alatt mi van, és a gyerekkoromban a Balatonon ugye nem sokat látsz egy búvárszemüveggel, de akkor emlékszem, hogy ilyen pipával próbáltuk meg snorkelezni, és aztán rájöttünk a nagy dologra, hogyha egy méter hosszú pipát csinálunk, akkor tehát még egy csövet beleteszem, le tudok menni mélyre. Azután rájött az ember utána, hogy nem kap levegőt, mert ugye ugyanazon nem tudod kifújni, tehát ez nem működik, de alapvetően már akkor meg bennem ez meg volt, hogy nagyon érdekelt, mi van a víz alatt, és amikor, mint mondtam, nagyon sok operációm volt, és 1990-ben volt egy operációm, amivel több hónapot ki kellett hagyni, és amikor már járni tudtam, akkor egyik operáló orvos barátom mondta, hogy aki operált, mondta, hogy megy Maldívra, és hogy nem megyek el, hogy vizsgázzak le. És akkor 2 hétre lementem. Első héten volt a németül vizsgáztunk, ez egy német szigeten, ez 1990-ben volt, és akkor kihasználva így a sérülésem által sajnos kényszer szünetemet, levizsgáztam ott Maldívon, és hát nem mentem túl gyakran, de mentem, és hát most, amikor már van időm több, akkor most megvan a lehetőségem, hogy menjek. Családba a gyerekeket is vittem, a 2 nagylányt, egyiket tavaly, másikat idén. És szeretik? Igen, úgyhogy ők levizsgáznak jövőre, azt mondták. Mondtam, rendben van, gyűjtsétek össze a vizsgárát, nem egy olyan nagy összeg, 90-100 000 forint, ha azt egy év alatt össze, akkor látom, hogy komoly, és akkor elviszlek benneteket Egyiptomba, vagy bárhova, ami azért már komoly összeg, az, de hogy valamit ők is tegyenek bele, hogy lássam, hogy nem csak mondják, hanem tényleg érdeklődésük is van. Úgyhogy aztán így kerültem bele, és nagyon érdekes, hogy lementem egy nagyon profi csapattal a Kubába, ugye a cápák közé. Volt. Igen, cápák közé. Láttam és is a képeket, és félelmetes volt. És a legérdekesebb az volt, hogy én voltam a legrégebbi búvára az összes profi közül, de ugye én sokkal kevesebbet merültem, mint ők. De megnyugtat, nagyon szép, és egy gyönyörű világ, ami sajnos tűnik el. Mert amikor... És ezt te érzékeled, ahogy igen, már régóta búvárkodsz, hogy tűnik voltam, el? 90-ben eltátottam a számat, hogy mennyi hal van, amire azt mondták az ottaniak, ó, hát ez fele annyi nincs, mint régen volt. Na most aztán most ugyanarra a szigetre elmentem érdekes módon 30 év múlva, és hát ott annak a fele van. Szóval nagyon, nagyon kell vigyázni a környezetünkre, mert borzasztóan, romló tűnik, és nagyon, nagyon törékeny valami ez az élővilág, amivel körül vagyunk véve, és amit nagyon-nagyon becsülni. Itt lép be a kultúrának a szerepe, és a művészetek szerepe, mint a kultúra része, és benne a táncművészeté is, hogy ugye a lélekben neveli az embert, és lelki muníciót ad, mert akkor tudjuk a világot helyesen az összefüggéseibe látni. Tehát a kultúra roppant fontos dolog, a művészetek roppant fontos dolog, és a legprimordiálisabb, vagy egyik legprimordiálisabb nyelv benne a táncművészet roppant fontos dolog. Úgyhogy remélem, hogy ez mindig fókuszban marad. Itt nálunk biztos most a Balett Caféban ez fókuszban van. Még egy utolsó kérdés talán belefér, hogy mit üzensz a fiatal generáció, táncművész generációnak, akik most kezdik a pályát, vagy már pályán vannak? Hát ez egy gyönyörű szakma, amiért azért nagyon sok áldozatot kell hozni, mert csak úgy érdemes ezt csinálni, ha valaki szívvel lélekkel csinálja, és mindent bele nyom ebbe a szakmába, ami testi, lelki, érzelmi dolgot, mert
gyakorlatilag a modern ember egy kicsit, ahogy nézem most a generációt, a mai generációt, azért nagyon hamar föladja, meg nagyon kényelmes ahhoz képest, ami amilyen volt. És ezt egy kicsit fanatikusan kell csinálni, akkor érdemes. Akkor van lehetőség, hogy esetleg ebből lesz valami. De ha csak úgy táncolgat az ember, az nagyon jó, azt nagyon ajánlom mindenkinek, mert azért felszabadít, boldogságot ad, örömet okoz, tehát tényleg nagyon jó. De ha valaki professzionálisan szeretné ezt csinálni, lehet legyen az klasszikus vonal, néptánc vagy modern, az egy komoly áldozatot követel, komoly elhatározást, és hát nagy állóképességet lelkileg is és testileg is. Úgyhogy én úgy gondolom a mai generációnak, hogy aki érzi magában ezt, az feltétlenül csinálja, mert gyönyörű. Aki meg nem, az hobbi szinten maradjon, és legyen közönsége a táncnak. Legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm, Gimi, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm a lehetőséget, nagy örömmel voltam itt. Ez volt a Balett Café Harangozó Gyulával. Tartsanak velünk a következő adásunkban is, amikor Földi Béla lesz a vendégem.